Na középre, gyerünk, adom nektek, aztán nyomjátok bele, gyerünk. Gyerekek tömték meg Szalmával a földre fektetett több méter magas kiszebábot a szekszárdi remetetéren. Néhány perccel később pedig már égett is. A szekszárdi fősővárosi kör évekkel ezelőtt elevenítette fel először ezt a télűző hagyományt, azóta pedig egyre népszerűbb a kezdeményezés. A rendezvényünk ugye a úgymond hagyományos kiszabáb égetés, ami a hatodik éve készítünk el. Favázat összeépítjük, asszonyok jönnek szépen a ruhát ráaggatják, és kikerül ugye itt a térre. A programot szervező közösség elnöke szerint most igazán nagy szükség van a hasonló programokra, mert a járvány miatt régen jöhettek össze a barátok és az ismerősök. Nagyon fontosnak tartottam és tartanám megjegyezni, hogy merjünk nyitni újra egymás felé, mert ugye egy-két előadást is meghallgatva vagy résztvéve itt a Covid nagyon megtizedelte a kicsit a civil hozzáállásunkat, hogy így szépen fejezzem ki magam, úgyhogy bízunk benne, hogy egyre több ilyen közös programban egyre többször újra találkozhatunk, együtt lehetünk. A szekszárdi kiszabáb égetés után a szervezők mindenkit meleg teával és forralt borral vendégeltek meg.